Egy rövidebb zenei tükör alapján elevenedik meg a magyar történelem legsikeresebb hadvezérének története a Kinizsi a népfia című rockoperában. A főszerepet Vadkerti Imre alakítja, énekli. Nagy kihívás mindenképpen, igen. Meg nagy felelősség mindig ugye címszerepet játszani, mert az ember azért úgy van vele, hogy nehogy már rajta bukjon az egész, mert mindig, valahol az emberben mindig ez motoszkál, hogy csak nehogy nálam történjen az, hogy miatt amúgik a darab. Hát csodások a dalok, nagyon-nagyon jó a történet. Pörgős, lehet sírni, lehet nevetni, és hát lendületes végig, szóval nem vonatkozik a közönség a darab alatt. Hála Istennek nagyon-nagyon szép hangíveket írtak, szóval lehet azért szépeket énekelni benne. Van egy csodás dal, az Ima, ami a nagy kedvencem a darabban. Tényleg egy ott könyörök, ugye Kinizsi a jó Istenhez, hogy mentse meg a hazáját, feleségét, Benignát, ugye, és hát ez az egyik nagy kedvencem. De hát a többit is imádom egyébként mindent. Mátyás király elevenedik meg Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész zenész alakításában. Egy ilyen jutalomjáték, két dalom van benne, illetve kettő és fél, mert a csatában is azért vezetem a seregemet. Fantasztikus zenét írtak Szabiék, a hangszerelésről nem beszélve, Horváth Krisztián, de ővelük már nagyon sokat dolgoztam együtt. A Zrínyi, a Fejedelem, második Rákóczi Ferencről szóló darab, tehát van már közös élményünk, és nagyon szívesen dolgozom velük. Igazából nagyon szeretem ezt a darabot, és remélem, hogy majd rendes körülmények között is, ugyanúgy, mint idén vagy tavaly, láthatja a közönség, nem csak így koncert jelleggel. Rudán Joe, az öreg Kinizsi, nagy örömmel vállalta ezt a szerepet. Azt mondja, a kora megvan hozzá, és énekelni is nagyon jó érzés ez neki. Ennek már nagyon hosszú története. Szerintem majdnem 10 évvel előre mutatták először nekem ezt a darabot, ezt a tervet a fiúk, mivel Bakuszos fiúk, ugye a Szabolcs, a Balázsi Szabi meg a Szentgyögyvári Peti. Írtak, akkor én énekeltem is egyszer, volt egy kis bemutató a színházba, a Pécsi Színházba az első számból, amit el is rontottam, nem tudtam megjegyezni se a szöveget, se a dalomot, úgyhogy aztán jó pár évig ült ez a dolog, úgyhogy nem kapkodták el a fiúk, mert mondom, hosszú-hosszú éveket dolgoztak rajta, és tavaly előtt mutatták meg a kész anyagot, nyilván elvállaltam, mert nagyon tetszik. Nyilván tudok vala azonosulni a történelmi darabbal is eleve, meg hogy a IAM, a Siklósi várat, hogy hát itt nőttünk föl, ebben a régióban, megyében nőttünk föl, úgyhogy gyerekkoromban Harkányban fürödtünk, meg Siklós a környéken jártuk mindig a nagyszüleimmel, meg a szüleimmel. Nagyon tetszik a szerepost, tehát a szereposztás is nagyon úgymond szimpatikus az én kis szívemnek, ugye már Sasvári Sanyival már régen dolgoztunk együtt, meg Csengeri Attilával még a 93-ban, még az Attila Isten Kardja című darabban. Imivel meg nagyon jó barátság alakult ki köztünk, vele is már régen dolgoztunk, sokat dolgoztunk régebben, többek az a Trigano Rock Operában is, és hát meg a Vivaldi Bakusza is, ugye évek óta megvan a barátság, és nagyon jó a darab, nagyon tetszik, és hát örömmel énekelem a darabot. Balási Szabolcs, a Voice Singers alapítója, Karnagy, a rockopera rendezője és zeneszerzője, valamint Szentgyörgyvári Péter alkották meg a darabot. A történetet Szentgyörgyvári, a Siklósi vár kapitánya, rendező, a Vivaldi Bacchus alapító tagja írta. Írói vénámról csak annyit, hogy a Vivaldi Bacchusnak a fő szövegírója vagyok én. Ez egy jó kis kapcsolat Balási Szabolcsal, az együttesnek a zeneszerzőjével.
ő írja a zenéket, én írom a szövegeket, és akkor egy ilyen kitekintés ez a rock musical, úgymond, de úgy gondoltam, hogy pipa. Szóval megírtam, kérdezték sokan, hogy akkor mi lesz a következő. Másfele fog szerintem az élet vinni, nem tervezek másik musicalt írni, de ez hála Istennek nagyon sikeres. Beletettem mindent, ami én vagyok, egy kicsit ilyen vicces, kicsit vallásos, kicsit magyarkodós, és hát tényleg Kinizsinek az életéről szól, akiről tudni kell azt, hogy egyetlen egy vesztes ütközete sem volt az évek során az életében, úgyhogy ez azért egy kicsit ilyen hálás anyag volt ebből a szempontból. Együtt válogattuk össze a szereplőket, viszont a zeneileg meg csak annyit mondtam a Szabolcsnak, hogy ezt szeretném egy kicsit jazzesre, ezt szeretném vidámabbra, ezt szeretném kicsit szomorúbbra. Az egész darabnak a legnagyobb vonulata, a csúcspontja az a Kinizsinek az imája. Azt oda mentem a Szabolcshoz, és mondtam, figyelj, ez legyen olyan, mint a Jézus Krisztus szupersztárban, a Getsemani kertben, hogy a Jézus ott énekel, vívódik, olyat szeretnék. És hát Szabolcs eltalálta, ő tudta, hogy én mire gondolok, de úgy, hogy akkor most itt több dob legyen, kevesebb, én ugye nem szólok bele, a zenét az teljes mértékben a Szabolcs írja. További szereplők voltak Györfi Anna, Csengeri Attila, Kusnyér Anna és eredetileg Götz Attila, aki helyett Balási Szabolcs énekelt. Részt vett a Voice Singers és a Vivat Bacchus. A koncert a Vársikert hozta.